a föld rezgés szintje, saját frekvenciája évezredekig nagyon alacsony értéket mutatott. Ez volt a 7,83 Hz, ezt hívják a föld pulzusának is, rezgés szintjének, szívverésének. Nagyon fontos a mai adásunkban a különféle frekvenciák vizsgálata. Azt kutatom, hogy miért van ilyen sok negatív erő a Földön, magyarán miért van gonoszság, és hogy ezeket a negatív erőket hogyan lehet megszüntetni, magyarán, hogy milyen frekvencián tűnnek el ezek a negatív erők, hogyan lehet egy pólust kialakítani, egy olyan világot, egy olyan közeget, aurát, amelyben Kizárólag csak pozitív energiák működnek, vagy legalábbis ezek dominálnak. Tudjuk azt, hogy ma sajnos egy nagyon sötét, nehéz korszakban élünk, amit Kali Júgának neveznek. Erről én már ugye többször beszéltem, és többször elmondtam azt, hogy ez pontosan mit jelent. De azt gondolom, hogy nem kell messzire menni, hiszen ezt mindenki látja és tudja hogy a mai démoni világunk miről szól. Azt gondolom, hogy egyre több ilyen negatív erő gyűrűződik be a Földre, és ezzel együtt az emberek életébe is, ami nagyon nem jó, és azt is gondolom, hogy nagyon sokan szeretnének már felemelkedni, elindulni egy sokkal pozitívabb irányba, a béke felé. Szerintem elengedhetetlen az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen frekvenciák, energiák működnek a Földön. Szerintem minden kell kiindulni, talán így válaszokat kapunk arra, hogy miért beteg ennyire ez a Föld nevű bolygó, és hogy miért élünk egy ilyen nagyon elidegenedett korszakban. Tudjuk azt, hogy a Kali azt jelenti, hogy démon a júga pedig ugye korszakot jelent, érát, tehát sajnos most egy ilyen démoni érában foglalunk helyet. Nagyon sok a megpróbáltatás. Szerintem az emberek többsége már nagyon csügget. Nagyon régóta tart ez az állapot. És ahogyan bevezettem a mai adást, ugye arról kell beszélni, hogy a Földnek a saját frekvenciája, és ugyanakkor szerintem a tudat állapota is, mert ez a két dolog nagyon-nagyon szorosan összefügg, egészen alacsony értékeket mutatott, egészen 1980-ig. Nagyon fontos megjegyezni ezt a dátumot, hiszen itt olyan energiák érkeztek, amelyek valamilyen szempontból segítették és segítik a mai napig az átállást, vagyis elkezdett úgymond ébredni a Föld, és rajta nagyon sokan vagy benne, és a tudat szintünk is azért elkezdett emelkedni, és az elmúlt 40-41 év alatt elég jó kis értékeket értünk el, tehát a fejlődés, ez a folyamat elindult. De előtte ugye évezredekig nem történt semmilyen változás. Szerintem nagyon fontos erről beszélni, és arról, hogy ez vajon hogyan függ össze azzal, hogy nagyon sok negatív energia van, és ahogy mondtam, nagyon fontos lenne eljutni egy úgynevezett aranykori állapotba, amiről ugye nagyon sokan beszélnek, én is nagyon sokat beszélek róla, és próbálom összehasonlítani ezt a két korszakot. Hát az aranykori minőség mindenképpen egy isteni Minőség, amelyben természetesen már negatív erők nem fogalmazódnak meg. Tehát el kell jutnunk egy olyan állapotba, ahol tulajdonképpen már ezek a negatív erők nem fogalmazódok, fogalmazódnak meg, és mondhatnánk azt is, hogy ezek ilyen gonosz erők. Ugye arra a kérdésre keressük a választ, man, hogy miért van gonoszság a Földön. Szerintem ezt nagyon sokan nem értik, nem tudják, és nem is tudják elfogadni. Úgy, ahogyan én sem, és hát ezért beszélek ilyen nagyon sokat, ezért kutatók, elemzek, hogy rájöjjek arra, hogy mi a Bibi. Ezen a Földnevű Bolygón mondjuk így, mert szerintem rengeteg gond van. Nagyon-nagyon sok gond van a Földön, nagyon-nagyon sok minden félrecsúszott, rengeteg kiavítandó ügy van, és sajnos megjelent a negatív oldal, holott én azt gondolom, hogy az eredet, az pontosan ez, tehát az eredeti állapotunk az aranykori minőség volt, ahol csak pozitív energiák fogalmazottak meg, de valami hiba csúszott a gépezetbe, sajnos, és begyűrűztek a negatív erők, és egyre erősebben támadnak, egyre inkább ki akarják sajátítani ezt az élő helyet. Hát azt gondolom, hogy erről nem kell túl sokat beszélni, mert ezt mindenki látja, tudja, főleg a mai világunkban, és sajnos tudjuk azt, hogy rengeteg ember ugye átállt erre az oldalra, tehát nagyon sokan ezt az oldalt képviselik manapság, a hatalom miatt, a profit miatt, és bármit megtesznek azért, hogy a jó és becsületes embereket ellehetetlenítsék. Azokat, akik pontosan ezt az aranykori mintát követik és képviselik. Tehát nagyon fontos beszélni arról itt, hogy ugye miről szól a képviselet, és hogy ki miért jött a földre. Azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik azért jöttek a Földre, hogy ezeket az aranykori mintákat megismertessék, elmondják. Na most sajnos itt van ugye az ellenerő is, amiről beszéltem, ez az oldal, ami szintén nagyon erősen próbál ugye működni, és el is ér sajnos eredményeket. Tehát ezért is jó szerintem, hogy elindult ez a fajta fejlődés, és mondhatom azt, hogy egyre több tudatos ember van, annak ellenére, hogy sajnos még mindig nagyon sokan úgymond alszanak, hogy elindult a Föld fejlődése, és hogy emelkedik a rezgés szint, mert ha emelkedik a rezgés szint, az azt jelenti, hogy egyre több pozitív energia áramlik és kerül ide, hiszen ezeket az energiákat ugye mi megmozgatjuk, és sokkal több benső fény mondjuk így alakul ki. Tehát nekünk az a dolgunk és az a célunk, hogy sokkal tisztább rezgések legyenek itt. Tehát ezt a szót mindenképpen ide kell írni. Tehát a tisztaság, a makulátlanság elérése nagyon-nagyon fontos, hiszen az aranykori állapotok erről szólnak, és azt gondolom, hogyha tisztítunk, és energetikailag emelünk ezen a szinten, és a tudatállapoton, akkor a gonosz erők, a sötét erők mindenképpen le fognak úgymond hát amortizálódni, mondjuk ki zárójelben, vagy idézőjelben. Tehát igen, ezeket az energiákat valahogyan be kell dönteni, vagy azt is mondhatnám, hogy felül kell írni. Tehát a felül írás az nagyon fontos. De most én nagyon sokat szoktam használni Hawkinsnak a tudattérképét, és most is... Megnézem azokat az adatokat, amelyeket ez a tudattérkép tartalmaz, tehát a forrás az majd az ő tudattérképe lesz, ezt majd az adás mellé le is írom, mert szerintem nagyon-nagyon érdemes vizsgálni. És azt megnézni, hogy most hol tartunk. Egyrészt egyénileg, másrészt globálisan. Tehát arra keressük a választ, hogy miért van gonoszság a Földön, és hogy a gonosz erők milyen frekvencián tüntethetőek el azért, hogy sokkal békésebb, kiegyensúlyozottabb életet tudjunk élni, és nem csak egyénileg, hanem globálisan. Hiszen számomra az a fontos, hogy globális egyensúly működjön harmónia, kiegyezés, béke, de én azt gondolom, hogy ehhez elengedhetetlen az energiák vizsgálata, és az, hogy most hol tartunk, milyen frekvencián, és hogy mennyire kell felemelni az itteni rezgés szinteket azért, hogy valóban eltűnjenek ezek a negatív erők, és hogy hát a földnevű bolygó valamilyen szempontból ki tudjon virágozni. Na most fontos arról is beszélni, hogy ez az átmenet hogyan zajlik, hogy milyen értékeket értünk már el, és hogy ezek az értékek most jelen pillanatban mivel egyenlők. Tehát mondtam azt, hogy a Föld saját frekvenciája az ugye ennyi volt, mondjuk azt, hogy majdnem 8 Hz, de 1980, 1980 óta az elkezdett emelkedni, és. Én olvastam olyan adatokat is, nem olyan régen, hogy ez az érték már 92 Hz-nél jár. De 60 hercet biztos, hogy elértünk már, de hogyha az átlagot veszük, akkor mondhatjuk azt, hogy ez az érték most már a tízszeresére nőtt, tehát elindult a változás fejlődés. Én nagyon sokszor érezem azt a földnevű nevű bolygóról, hogy valamilyen szempontból ez egy ilyen mostoha, mondjuk így mostoha gyerek, a föld, és rajta nagyon sok minden, a különféle állapotok, mert ahogyan mondtam, nagyon alacsony tudatszintek voltak még jelen, nagyon sok volt a negatív energia, és picit azt is lehetett érezni, mint hogyha ez a föld nagyon távol, távol került volna valamitől, ami, ami az isteni minőség. Tehát én azt gondolom, hogy ebből az isteni minőségből ez az egész rendszer valamilyen szempontból ki szakadt, és hát ugye erre mondjuk, hogy ez a kali Yuga, mert ez egy istentelen korszak, tehát írjuk ide, hogy ez egy istentelen korszak, ami nagyon erősen megmutatkozik sajnos, és hogyha mi egy istentelen, démoni korszakban élünk, akkor abban nagyon sok negatív erő fogalmazódik meg. Na most szerencsére 80 óta elindult a változás, mert akkor érkeztek ide olyan energiák, amelyek ezt az egész szintet fejebb tudták emelni, és emelik a mai napig. Tehát azért, akik 80-ban születtek, azok, hát igen, ők biztos, hogy nagyon csodálatos energiákkal vannak itt jelen. Ezen el kell gondolkodni, nem véletlenül mondom most ezt. Tehát igen, elindult ez a változás, ez a fejlődés, és ugye azt is mondtam, hogy most már talán a tízszeres értéket is elértük, és jó kérdés az, hogy ez a frekvencia még hova fog emelkedni, hogy hány hercet fogunk elérni, és hát most már tudjuk azt, hogy nem ez a föld rezgés szintjének az értéke, tehát most már nem ez az alaprezgés, hanem mindig az, ahol éppen tartunk. Tehát és ugye ez nagyon szorosan összefügg azzal, amit mondok, hogy, hogy, elindultak ezek a változások, és szerintem nagyon fontos arról beszélni, hogy milyen változások történtek, hogy tulajdonképpen az az emelkedés mivel jár. Hát azzal jár, hogy az anyag, az anyagi viszonylat, mint olyan, az szépen lassan dől be, hiszen egy alacsonyabb szint, az mindig azt jelenti, hogy sokkal közelebb vagyunk az anyagi behatáshoz, ami egy nagyon sűrű állapot, de azt is mondhatnám, hogy nagyon elidegenedett állapot. Ha emelünk a tudatosságunkon, és kilépünk az anyag fogságából, rabságából, akkor sokkal felkészültebb és tudatosabb lények lehetünk, olyanok, akik számára már nem az ego fontos, hanem a Föld úgymond szolgálata, és akik már ilyen szinten tartanak, ők biztos, hogy nem önös érdekekkel működnek a Földön, hanem másokért is tesznek. Tehát itt egy olyan összefüggésről is beszélni kell, hogy ugye nekünk az egóból, az egoista szemléletből mindenképpen ki kell emelkedni, elindulni az úton, és el kell jutni az önvalóig, ami a szintiszta tudat. De ezt majd igazából Hawkins tudattérképe segítségével is alá fogom támasztani, hogy ez a folyamat hogyan zajlik, hogy nekünk milyen szinteket kell itt elérni. Én azt gondolom, hogy az egész fizikális létezésünk erre való. A fizikum súlyzó, és arra ösztönöz bennünket, hogy kiemelkedjünk ebből, és a tükrök, fizikális tükrök segítségével mindig megnézzük azt, hogy hol tartunk. Nagyon fontos ebben az útban az alázat, ami egyelő az úttal, tehát szerintem az alázat gyakorlásával és elsajátításával emelkedhetünk ki az egoista szemléletből, és juthatunk el az önvalóig, és igazából, hogyha mindenki a Földön már az önvalójából, a szintiszta tudatából működne egy nagyon magas szinten, és nem egóból, akkor én azt gondolom, hogy a békét, akár a világbékét is ki tudnánk alakítani, mert már nem működnének az emberek önös érdekből, elindultak volna az alázat útján, ergo sokkal jobban vigyáznának a földre, és mindenkire, egy másik emberre sokkal elfogadóbbak lennénk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fejlődés és átalakulás igenis törvényszerű. Törvényszerűen el kellett indulnia ennek a változásnak azért, hogy eljussunk ebbe a korba. Hiszen tudjuk azt, hogy a hindu kronológia szerint négy világkorszak van, és a kali júgát törvényszerűen az aranykor fogja váltani, pontosan azért szerintem, mert az isteni erőknek, energiáknak, energiáknak át kell venni az itteni úgymond irányítást azért, hogy a Föld még életben maradjon, és tovább tudjuk vinni ezt a vállalást. Ha nem emelkedett volna fel ez a rezgés szint, ha nem indult volna el ez a változás, akkor lehet, hogy már nem tudnánk a Földön működni, és minden bedölt volna. Tehát szerintem pont jókor érkeztek ezek az energiák, amelyek igazából próbálják az embereket valamilyen szempontból felébreszteni, hiszen ez az állapot mindenképpen egy alvó állapotnak felállt meg. Na most nézzük meg azt, és itt van előttem a tudattérkép, illetve leírtam nagyon sok mindent, adatot eme térkép segítségével, tehát hangsúlyozom, Hawkins tudattérképe lesz most a forrás, és belőle fogok néhány dolgot idézni ezen értékek segítségével. Tehát beszéljünk arról, mert ahogy mondtam, én láttam már olyan adatot is, hogy leírták, hogy körülbelül 92 hz tart most a rezgésszint, a frekvencia. Na most mondjuk azt, hogy például már elértük a 100 hz jó? Tehát most mondjuk 100 hz tartunk. Na most ez egy százas érték, most nézzük meg, hogy a százas érték az minek felel meg, és akkor beszélni fogok azokról az értékekről, ahogyan eddig jelen voltunk a Földön. A százas érték Hawkins tudattérképe szerint egyenlő a félelemmel, vagyis a félelemmel, a fenyegető érzéssel, magatartással, a szorongással, a visszahúzódással és a büntető formulával, büntetéssel. Most tartunk itt. Hát szerintem pontosan ezeket az időket éljük. Az emberek tele vannak félelemmel, ugye, hiszen ilyen dolgokat és jelenségeket generáltak, fenyegető magatartások vannak, hiszen az emberiséget most fenyegetik, szorongás van, hát szerintem az egész világ szorong valamilyen szempontból, Ugye a visszahúzódásról is beszéltem, ez azt jelenti, hogy nagyon sokan most hát visszahúzódóbb életet élnek egyrészt, másrészt pedig ugye vissza is, visszább is kellett venni nagyon sok mindenből, és megjelenik a százas értéken a büntető státusz, hát igen, azt is látjuk, hogy ma nagyon sok büntetést szabnak ki az emberekre, és szerintem folyamatosan zsarolják az emberiséget, kik azok, akik ugye valamiféle hat almat, szándékosan írom így, hat almat gyakorolnak. Tehát most itt tartunk, a százas érték ezeknek az érzéseknek és jelenségeknek felelnek meg. Szerintem ez nagyon visszatükrözi azt, hogy most milyen világban élünk. De most menjünk egy picit vissza, és nézzük meg, hogy a százas érték Alatt mik valósultak meg? Hát például a 75-ös értékem a csüggedés, a bánat és a tragikusság jelenik meg. Hát én azt gondolom, hogy az emberek többsége csügget, nagyon nehezen van itt, nagyon bánatosan és nagyon tragikusan fogják fel az életet, mert valamilyen szempontból az is. Aztán. Nézzük meg azt, hogy az 50-es értéken mi valósul meg. Az 50-es érték, ami ugye hát eddig jelen volt, a reménytelenség, a fásultság és a lemondás jelképe, mondjuk így, szerintem ez is nagyon igaz volt, és a mai napig is igaz az itteni létezésre. Na most, nagyon fontos lesz, amit most mondok, a 30-as érték egyenlő a gonoszsággal, a pusztítással, a gyűlölködéssel és a bűntudattal. És én azt gondolom, hogy ezek az értékek igen megjelennek, és ezek a, ezek a jelenségek, na most arról is beszélni kell, hogy a földrezgés szintje folyamatosan változik, és nem mindig vagyunk ilyen magas szinten, tehát a 30-as érték az igazából még néhány évvel ezelőtt is megjelent, és szerintem nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy ma is nagyon nagy gonoszság, pusztítás, gyűlölködés él. A 20 érték egyenlő a nyomorúsággal, a kirekesztéssel, a megaláztatással és a szégyennel. Hát igen, szerintem nagyon sok ember érezhet ilyen érzéseket, lehet, hogy nagyon sokan azt gondolják, igen, hogy most nagyon nyomorúságos életet élünk, nagyon sok a megaláztatás, ezzel ilyen dolgokkal én is találkoztam, és szerintem folyamatosan találkozhatunk. Ugyanakkor beszélhetünk a kirekesztésről, hát az ma nagyon erős, sajnos a szégyenről, a szégyenérzetről. Tehát, ahogyan mondtam, ezek az értékek ingadoznak, nem mindig egyformák, és valahol mi még itt mozgunk, tehát nem beszélhetünk arról, hogy följebb emelkedtünk, sajnos. Na most szeretném kiemelni azt az értéket, ahová nekünk el kell jutni, ez pedig nem más, mint az 500-as érték, mert az 500-as értéken valósul meg a szeretet. Tehát nekünk mindenképpen idáig kellene eljutni, mind tudatosságban, mind rezgés szintben, energetikailag, azt is mondhatnám, hogy frekvenciában. Hawkins térképe szerint az 500-as értéken valósul meg a szeretet, és a szeretet, vagy egy szerető állapot, amiben már nyilván, hogy pozitív energiák fogalmazódnak meg. Na most itt mi még nem tartunk, sőt, nagyon távol vagyunk ettől az értéktől, és ugye beszélhetünk arról is, hogy a szeretet 528 hercen rezeg, tehát az 500-as értéket mindenképpen el kellene érnünk, és nem csak egyénileg, hanem fő, főleg globálisan. Na most, hogyha mi még csak maximum a 100-as értéknél tartunk, vagy az ennél lentibb kategóriákban, az nagyon messze van még az 500-as értéktől, vagyis a szeretettől. Beszélni kell arról is, hogy a 250-es értéket, hogyha el tudnánk érni, az egyenlő a felszabadulással, a bizalommal. Tehát nekünk valamiféle szabadságot kellene itt elérni, főleg szerintem érzelmileg, Tudatosságban és gondolatiságban, vagyis egy olyan állapotot kellene elérni, amikor ezek a hatalmi rendszerek bedőlnek, mert onnantól kezdve nem lenne sem félelem, nem lennének büntetések, nem lennének negatív erők, kirekesztések, bántalmak, gonoszság, ugye? Hát ezért kellene felemelni az itteni rezgésszintet, magyarán hercben, frekvenciában kellene egy sokkal magasabb minőséget megütni, de ezt ugye úgy tudjuk megtenni, Hogyha az, az energiánkat egyesítjük, milyen energiákat, a pozitív energiákat, és ezeket áramoltatjuk. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy akkor tudnánk egy sokkal felszabadultabb életet itt létrehozni globálisan, hogyha ezeket a szinteket felül tudnánk írni, magyarán, ha a Földnek a frekvenciája, a rezgés szintje sokkal magasabb értékeket mutatna. Szerintem ezt a változást mi elő tudjuk idézni, úgy, ahogyan én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember energiája idézte elő azt, hogy egyáltalán ez a fejlődés elindult, és hogy a napjainkban is még egyre magasabb értékeket érünk el. Tehát itt most van körülbelül 7,8 milliárd ember. Na most tudjuk nagyon jól, hogy azért közülük nem mindenki a pozitív energiákat működteti, hiszen Ahogyan mondtam, nagyon-nagyon sok olyan ember van sajnos jelen, akik a különféle hatalmi rendszereket szolgálják ki, ergo nagyon negatív erőket működtetnek, de nagyon fontos azokról beszélni, akik aranykori tudatossága vannak jelen, a pozitív energiákat működtetik, és akik emelik a Földnek a rezgés szintjét. Tehát itt minden mindennel összefügg, tehát mi is segíthetjük ezt az átállást, ugyanakkor az itteni energiák, amelyek felszabadultak, azok is nagyon erősen hatnak az emberre. Na most szerintem, illetve nem is lehet, hogy nem is váltok egy másik oldalt, mert itt még van egy pici hely. Na most itt van egy ember, mivel polaritás van a Földön, ezért a pozitív és a negatív erők is hatnak ránk. Hát ez egyértelmű, ugye? A második tollam is kifogyott. <laughs> Tehát a pozitív és a negatív erők is nagyon erősen dominálnak, mivel polaritás van a Földön. És nekünk az a dolgunk, hogy szerintem az a dolgunk, hogy a negatív energiákat kiszűrjük, írjuk felől pozitív erőkké, és hogy csak ezeket a pozitív energiákat áramoltassuk, de az is nagyon fontos, hogy hogyan döntünk. Tehát nekünk minden pillanatban választani kell, hogy melyik oldalra húzunk, de hogyha csak ezeket a pozitív energiákat mozgatjuk meg, Hát akkor egyrészt emelkedik a rezgés szint, és nem csak a mi belső rezgés szintünk emelkedik, mivel kibocsátjuk ezeket az energiákat, ugye ide, kibocsátjuk, ezért a Földön is működnek. Tehát nem mindegy, hogy milyen energiákat mozgatunk meg, hogy hova állunk. Na most tudjuk azt, hogy sajnos a negatív energiák is működnek, tehát itt minden összeadódik, nagyon-nagyon sok energia működik a Földön, de hogyha ezeket mi felülírjuk, és ennyi lenne csak a mozdulat, akkor tulajdonképpen már nem polaritásról kellene beszélni, hanem egy pólusról, de ehhez rezgés szintet kell emelni, nyitni a tudatosságon, hogy elérjünk egy sokkal magasabb állapotot, vagy egy sokkal bensőbb kategóriát, és akkor mindjárt mondom azt, hogy milyen lenne egy ilyen állapot, hogyha mi ezt a szintet sokkal fejebb tudnánk emelni, és ahogyan mondtam, minimum a 200-250-es értékig kellene most eljutni, és persze onnan sokkal följebb is lehet menni. Időközben szereztem egy másik tollat, noha a zöld nem a kedvenc színem, de most ez volt kéznél. Tehát, ahogy mondtam, nagyon fontos lenne arról beszélni, hogy milyen frekvenciát, szinteket kellene itt nekünk elérni. A 400-as érték az egyenlő a bölcsességgel, a megértéssel, Hawkins tudattérképe szerint, és az ész szerűséggel. Az 500-as érték az egyenlő a szeretettel, az áhítattal, a jó indulattal és a kinyilatkoztatással. Tehát én azt gondolom, hogy hogy mindenképpen ezeket az értékeket kellene nekünk itt elérni. És hogyha tovább megyünk, az 540-es érték pedig egyenlő az egységgel, az örömmel, a teljességgel, a derüvel. A 600-as értékem valósul meg a béke, amit mi nagyon-nagyon szeretnénk ugye, kialakítani, ugyanakkor a tökéletesség és az áldottság. Na, hát igen, tehát ha most például 600 Hz-en mozognánk, és a Földnek a saját frekvenciája 600-as értékeken valósulna meg minimum, vagy azt is mondhatnám, hogy soha nem csökkent volna le ez a szint, akkor mindig béke lenne a Földön. Miért? Hát azért mert akkor csak olyan emberek lennének, akik ezekkel az energiákkal ugye együtt működnek. Azt tudni kell, hogy amikor rezgés szintet emelünk, akkor az anyag, mint olyan, nagyon erősen formálódik. Magyarán a 3 d mi voltot följebb tudjuk emelni, és ebből a sűrű, anyagi viszonylatból fejebb tudunk emelkedni. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy az itteni viszonyok kilépnek a 3D-s változatból, és eljutunk a 4D-ig, az 5D-ig. Ezek az állapotok már teljesen másról fognak szólni. Ez egy sokkal könnyedebb állapot, hiszen hogyha valami többdimenziós, akkor én azt gondolom, hogy a szerkezete is sokkal. Hát mondjuk azt, hogy sokrétűbb, de igazából itt arról van szó, hogy ha emelkedik a rezgés szint, akkor az anyag veszíteni fog a sűrűségéből. Ergo nem fogja már az emberiséget annyira lehúzni, tehát nem az anyag, mint olyan fog dominálni, írjuk ide az anyagi világ. Ergo ez az azt is jelenti, hogy sokkal tudatosabbak leszünk, és nem fogjuk hagyni azt, hogy ezek a, az anyagi rendszerek ugye manipuláljanak. Szerintem a mai ember azért ennyire ellenséges, mert mindenki, hát nem mindenki, nagyon sokan az anyagi világot, az anyagi dolgokat próbálják ugye megszerezni, birtokolni, és az egész életünk arról szól, hogy ezeket az anyagi dolgokat hogyan tudjuk ugye működtetni, hiszen ma azt mondják, hogy az a sikeres, és úgy, úgy tudunk csak meglenni és túlélni ezeket a korszakokat, ha nagyon sok anyagi dologgal rendelkezünk. Na most én azt gondolom, hogy ma e, különféle rablások vannak a Földön. Szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük. Az emberek rabolnak. Azt is mondhatnám, hogy nagyon sok esetben kirabolják egymást, hiszen szerintem az is valamiféle rablásnak számít, hogy már lassan nem tudjuk megvenni az élelmiszereket, hogy egyre drágább minden, magyarán egyre több pénzt akarnak kirabolni a zsebünkből, azért, hogy alapszinten el tudjuk magunkat tartani. Igen, azt szokták mondani, hogy szabad rablás van a földön, csak lehet, hogy ez így nincs <laughs> konkrétan kimondva, de szerintem lehet érezni, főleg akkor, amikor az ember elmegy a boltba, és mondjuk már 10-20 ezer forintból alig lehet bevásárolni. Magyarán sokkal-sokkal több energiát kell átadni azért, rengeteg-rengeteg energiát, hogy minimális szinteken lenni tudjunk, és egyre több energiát kérnek, egyre több energiát rabolnak, viszont cserébe egyre kevesebbet adnak. Tehát én azt gondolom, hogy a mai ember főként ezért fáradt, ezért csügget, mert nagyon sok energiát kell átadni azért, hogy minimálisan itt lenni tudjunk azért, mert az anyag az Úr. És egyre többet követelnek. Hát, ha csak a pénzről beszélünk, hiszen hát az is az anyagi szerkezethez tartozik hozzá, hiszen a pénz az tulajdonképpen energia, ami besűrűsödött, de semmiképpen sem a pozitív oldalt szolgálja, és a, a, a szeretetet, hanem a negatív, démoni oldal. Tehát azt tudni kell, hogy ez a mostani pénzrendszerünk, és beszélhetünk akár a bankokról is, ezek nem a jó oldalt képviselik, hanem az embereket el akarják lehetetleníteni, kirabolni. Magyarán, magyarán energiát rabolnak, csak át van keresztelve úgy, hogy pénz egy ilyen néven, ami ugye megjelent például papír formájában is, de hát tudjuk azt, hogy virtuális pénzről is beszélhetünk, és ebből nekünk most egyre többet kell megjeleníteni ahhoz, hogy minimálisan lenni tudjunk, még mondjuk az 1980-as években például, hát ez nem így volt. Na most... Mivel, szerintem, mivel egyre több pozitív energia érkezik, és egyre több tudatos ember van, tehát egyre több tudatos ember van, egyre inkább ébredünk, ezért ez a negatív oldal egyre inkább elkezdett úgymond kapálózni, azért, hogy megtartsa a hatalmát, és ezért van az, hogy egyre nehezebb anyagi körülmények között élünk, és egyre jobban ellehetetlenítik az embereket. Szerintem ez most még az utolsó tétel, és ha ezt kiálljuk, akkor igen, én is azt gondolom, hogy az aranykori állapotokat meg tudjuk teremteni. Most még valamilyen szempontból ki kell tartani, és nagyon erősen működtetni a pozitív energiákat. Azt is mondhatnám, igen, hogy a szeretet energiáját, a frekvenciáját bármennyire is nehéz. De hogyha mindig ezen a szinten mozgunk, és ebből merítünk, és ezeket az energiákat szorjuk szét, akkor a negatív erőket felül tudjuk írni és akkor ezek el fognak tűnni. És mindenképpen egységesen kellene, itt is írtam, egységesen kellene ezt az egész itteni létezést beemelni egy magasabb frekvenciába, mert, és akkor mindjárt nézem, pillanat, puskázok, hogy a, igen, 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 erről nagyon fontos beszélni, a kétszázas értéke jelenik meg, a bátorság. Tehát, ha ideig fel tudnánk vinni, a fölnek a rezgés szintjét, a saját frekvenciáját, akkor itt már sokkal bátrabbak lennének az emberek, és kiállnának a jogaikért, nem hagynák azt, hogy manipulálják őket, hogy ellehetetlenítsék, hogy zsarolják. Tehát ezt a szintet mindenképpen meg kell ugorni, de nagyon erősen haladunk felé, hiszen már a százas értéket is szerintem meghaladhattuk. Most nem néztem, hogy hol tartunk, de ha idáig eljutunk, akkor szerintem már el kezdődhet a felszabadítás, akár globálisan is, és ebből a rabságból, az anyag rabságából ki tudunk emelkedni, szabadulni. A 200-as érték szól még a megerősítésről is, és a megengedésről. Ez nagyon fontos. A 250-es értéken pedig van az, amit mondtam, a felszabadulás, a bizalom. A 310-es értéken jelenik meg, hát még le tudom írni valahova, a 310-es értéken jelenik meg a reményteli ö, élet és a derülátás, a 350-es értéken pedig az elfogadás, a harmónia és a könyörület. Hát ez az. Na, a 350-es érték nagyon fontos, ideírjuk, mert itt jelenik meg a könyörület. Ha Ilyen szinten lennénk, akkor a Földön könyörület lenne, és nem lenne annyi negatív ügy, mint amelyekkel ugye ma sajnos találkozunk. Magyarán a Földön humánum élne, ami nagyon-nagyon fontos lenne, és ha azok az emberek, akik ugye ma vezetőknek kiáltják ki magukat, és ilyen frekvencián mozognának minimum, akkor humánus vezetés lenne, könyörületes vezetés, nem kellene félni, nem lenne bűntudat, nem lenne nyomorúság, hanem könyörületesség, reményteli élet, derű, derülátás, és hát, hogyha ugye feljebb emelkedünk, akkor ott, ugye, ahogyan mondtam, egység lenne. Öröm, teljesség. Hát én azt gondolom, hogy a Földnek, hát szerintem ez az eredeti minőség és ide kellene vissza vezetni, hiszen állítólag volt már egyszer aranykor, de ez a rezgés szint valamiért lecsökkent, eljutottunk egy nagyon alacsony szintre, egy nagyon hanyatlott állapotba, és hát azóta se tudtunk ebből kikászálódni, mert mondhatjuk azt, hogy hát sajnos, még mindig nagyon negatív ügyekben vagyunk benne, és egyre jobban belesüppettünk valamibe, hát ami nem a jó dolgokat és célokat szolgálja, és ahol nagyon erősen diktál a gonoszság és azok az ellehetetlenítő erők, amelyek az embereket tulajdonképpen valamilyen szempontból rabságban tartják. Tehát én mindenképpen abban látom a megoldást, hogy rezgés szintet kell emelni, tehát a frekvencián kell emelni, de ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha együttesen összeadjuk a pozitív energiánkat, hogyha ébredünk, sokkal tudatosabbak vagyunk, és úgymond ebből az alvó, állapotból kikerülünk. Na most azt is látjuk, hogy azért manapság még nagyon sokan vannak eme alvó állapotba, viszont vannak olyanok is, akik nagyon tudatosak, és elkezdték ébrezgetni ezeket az embereket, és pozitív energiákkal próbálják ezt a földnevű bolygót valahogyan így behinteni, hát most lehet, hogy furcsa fogok mondani, de igen én azt gondolom, hogy ez a dolgunk, hogy, hogy szétszórjuk ezeket a pozitív, nagyon fontos energiákat. Tehát az, hogy 1980 óta elindult ez a változás, nem véletlen. Ahogy mondtam, szerintem, hogyha akkor nem indul el, akkor lehet, hogy már belesüppettünk volna valami olyan állapotba, amiből egyáltalán nem lehetett volna kiemelkedni. De mi azért kiemelkedtünk, és nagyon-nagyon sok tudatos ember érkezett a Földre, akik segítik ezt az átállást, és próbálják felébreszteni az embereket. Egyébként most nagyon fontos még, amiről szeretnék beszélni, ez a bizonyos 500-as érték, amit nekünk nagyon-nagyon jó lenne elérni, mert ez nem csak a szeretetről szól, és nem csak a jó indulatról, nem csak az áhítatról, hanem a kinyilatkoztatásról is. Tehát aki már egyénileg itt tart, mert vannak, akik már itt tartanak, azok ki fogják nyilatkoztatni az isteni minta tételeit, magyarán az aranykor tételeit, és ők azok, akik erről beszélnek, és ők azok, akik valamilyen szempontból próbálják úgymond megmenteni az itteni mostani emberiséget, és ezzel együtt a Föld nevű bolygót. Tehát ez az 500-as érték szerintem, azt is mondhatnám, hogy úgy működik, mint valamiféle vízválasztó, ez egy nagyon-nagyon fontos határ, hiszen tudjuk azt, hogy Hawkins tudattérképe szerint az ezres érték a legmagasabb, tehát nyilván ez van középen, de mi még ugye nagyon alacsony szinteket foglalunk el, igaz, hogy elindult a fejlődés, de ideig mindenképpen el kell jutni ahhoz, hogy a Földön éden legyen, paradicsomi állapot, mert szerintem az éden és a paradicsomi állapot, vagy amire azt mondjuk, hogy egy aranykori rendszer, az egy nagyon magas rezgés szinten és tudatállapotban megvalósuló rendszer és állapot. Tehát itt ö, azt kellene megnézni, hogy ennek az állapotnak milyen a rezgés szintje, hány hertzen rezeg, és hogy mi most hol tartunk. De én ezt nagyjából meg tudom mondani, tehát ez mondjuk minimum 1000 herc, tehát 1000 hercet el kell érni, ahhoz, hogy itt tökéletesség legyen, teljesség legyen, és a szintiszta tudatunkból tudjunk működni, azok, akik ugye a Földön vannak. Na most, hogyha mi még csak mondjuk 60 hz tartunk, az még nagyon kevés. És mondjuk nézzük meg, hogy a 60-as az, mivel egyenlő, mert én ilyen értékeket is láttam, ugye a 92, amit mondtam, az egy, az egy ez egy kirívó beset, de nem mindig van ilyen magasan a rezgés szint, tehát azért van, amikor ez lecsökken, szerintem akkor csökken le, amikor az emberekben nagyon sok félelem alakul ki, szorongás, akár pánik, ami ugye most van, hiszen ma azt is mondhatnám, hogy egyfajta globális pánik van, nem mindenki pánikol, mert a tudatos emberek átlátnak ezeken az ügyeken, de nagyon sok embert meg tudtak vezetni, ezért beszélhetünk arról, hogy megint lecsökkent egy kicsit ez a szint, és a, a 60-as érték, az mindjárt mondom, hogy mivel egyenlő, van egyszer egy 50-es értékünk és egy 75-ösünk, tehát ugye tudjuk azt, hogy a 60 az közte helyezkedik el. Az 50-es érték az elítélé, elítélő magatartás, a reménytelenség, fásultság, lemondással egyenlő. A 75-ös érték a, félel a tragikussággal, a bánattal, a csüggedéssel, és a százasnál is még csak a félelem jelenik meg itt tartunk, pontosan itt tartunk, mert, mert, mert most a Földnek úgymond a rezgés szintje, az itt tart, de ez szerintem azért van, mert együttesen, mert van itt 8 milliárd ember körülbelül, majdnem, cirka, ilyen energiákat bocsájt ki. És hiába van itt még nagyon sok, vagy van itt nagyon sok felemelkedett ember, még nem tudtuk felülírni százszerzelékosan ezeket az energiákat, hát tudjuk nagyon jól, hogy vannak olyan emberek, akik akár ö, több száz, több ezer, vagy több százezer, vagy akár több millió ember energiáját is képesek felülírni negatív energiát, mert olyan sok pozitív energiával rendelkeznek, és mert olyan magas szinten tartanak. Tehát az, hogy megjelentek ezek az úgymond aranykori emberek, akik segítik ezt az átállást, és nagyon magas tudatszinten tartanak, ez teljesen törvényszerű, hiszen az isteni minta is bocsátja ki magából ezeket a, az úgymond lelkeket, nem csak a negatív oldal. Hát tudjuk azt, igen. Most ide fogok rajzolni, hogy. Van egyszer a pozitív oldal, van a negatív oldal, hiszen polaritás van, és ez is ugyanúgy küldi ki ezeket a lelkeket és energiákat, és ez is. Na most itt van a Föld. És ahogyan mondtam, rengeteg-rengeteg energia érvényesül itt, ezek összeadódnak, ezért van káosz, mert úgymond a régi energiák még működnek és ezek a negatív erők, de már jönnek az újak, a pozitívak, akik felsőbb kategóriákból érkeznek, és most tulajdonképpen, hát igen, harc megy. Egyébként nagyon érdekes ez a szó, mert benne van az, hogy arc. Nem tudom, hogy kinek mit mond ez. Hát nekem azt mondja, hogy az egyenlő a szembesüléssel. És minden ilyen esetben Saját magunkat vizsgáztathatjuk le és vizsgálhatjuk meg. Magyarán minden itteni helyzet tükör. Most nagyon erős ilyen állapotban vagyunk, rengeteg tükör van, nagyon-nagyon sok tükör jelenség működik, mert az emberiségnek most nagyon kemény tanulni valója van, de hát én azt gondolom, hogy ez mindig is így volt. Viszont most vagyunk szerintem a legélesebb korban. És jó kérdés az, hogy innen eljutunk-e az aranykori állapotokig, egy fensőbb kategóriába, milyen nagyon magas rezgésszinten valósul meg, vagy visszasüppedünk? Hát vannak, akik eljutnak, vannak, akik nem jutnak el, vannak, akik beleragadnak az anyagba, ők szerintem nem kerülnek át ide. Ide csak akkor lehet átkerülni, ha rezgésszintet emelünk, ha felébredünk, ha elindulunk ezen az úton, és. A tudatunkon is nyitunk. Magyarán a mostani korszakok, helyzetek erre valóak, hogy ezeket az energiákat kamatoztassuk, és segítsük az átállást. Mert most ennek van itt az ideje. Tehát annak van itt az ideje, hogy ezt az egész bolygót ide is lerajzoltam, csak ez nagyon csúnyán sikerült, mindegy. Tehát ezt az egész bolygót átsegítsük egy másik frekvenciába, tehát hogy másfajta rezgések legyenek itt, magyarán a globális rezgés, rezgéseket kell nekünk valahogyan felülírni. De hát igazából ezt csak mi tudjuk megtenni, hiszen emberek alkotják a Földet, rengeteg-rengeteg ember, hát ezt tudjuk. Tele van a bolygó emberekkel. Na most minden emb egyes ember bocsát ki magából energiát. És ahogyan mondtam, mivel polaritás van, a pozitív és a negatív energia is megfogalmazódik. De el kell dönteni, hogy melyiket adjuk tovább. Ha a negatív energiákat, akkor meg lehet nézni, hogy mi van. Katasztrófák vannak, háborúk, viták, veszekedések, kataklizmák, tragédiák, stb. stb. Mert a negatív energiákat működtetik a polaritásból, de van választási lehetőségünk, és ezt el is tüntethetjük, és, és foglalkozhatunk csak a pozitív energiákkal, hát egyértelmű, nem? Tehát, hogyha ezeket áramoltatnánk, és csak ezek érvényesülnének, úgymond, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon hamar ki tudnánk alakítani egy olyan állapotot, ami egy magasabb rezgés szinten valósul meg. Hát azért 8 milliárd ember, vagy majdnem 8 milliárd ember, az nem kevés. Hát megduplázódott ez a, ez a szám körülbelül a 60-as évek óta. Ha jól tudom. Tehát 1960-ban, vagy a 60-as években volt itt kb. 3-4 milliárd ember, nem tudom pontosan, de azóta dupla, dupla annyian vagyunk. Azért 8 milliárd ember energiája, ha 6, az nagyon nem kevés, és persze egy másfajta energiákról is beszélni kell, mert itt vannak a Földnek a, a törvényszerűségei, ugye? Vagy az univerzum törvényszerűségei, amelyek ugyanúgy hatnak, hát nagyon-nagyon sok hatás van, rengeteg energia fogalmazódik itt meg. De mi emberek is tehetünk azért, hogy itt pozitívabb energiák ültetődjenek el. Ugye? Nyilván, hiszen a mi energiánk is nagyon erősen hat. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ez rajtunk múlik, Főleg, vagy főként, és hogyha, hogyha emeljük a saját rezgésszintünket is, ha én emelem, és változok és fejlődök, akkor sokkal humánusabb lény leszek, és tudom alakítani esetleg a többi embert is, mert elmondom azt, hogy hogyan lehet ide eljutni. És hogyha sokkal több ilyen ember lesz, mert ők is rájönnek arra, és ők is elindulnak ezen az úton, a fejlődés útján, akkor azt gondolom, hogy elérhetünk közösen egy nagyon fontos állapotba, akár az 500-as értéket is elérhetjük, hát egyénileg már nagyon sokan elérték, de ugye ez még mindig kevés ahhoz, hogy globálisan is meg tudjuk teremteni ezt az állapotot. Ahogyan mondtam, ha a Földnek a rezgés szintje most 500 hz rezegne, vagy 600 hz akkor el tudnánk indulni úgymond a kána felé, és ki tudnánk alakítani egy olyan állapotot, amiben béke van. Tartós béke, megigazulás, szeretet, jóság, kiegyezés, egység. De amíg nem emelünk ezeken a szinteken, nem tisztítunk, nem fejlődünk, addig a Földön mindig káosz lesz. Mindig. Tehát mondjuk azt, hogy a gonosz erők, a negatív erők az 500-as, 600-as frekvencián, értéken amortizálódnak le, mert ezek olyan alacsonyan vannak, ezek a szintek, hogy nem is érik föl ezt. És ugye tudjuk nagyon jól, hogyha valami alacsony szinten van, alacsonyan rezeg, de jön egy magasabb dózis és egy tisztább dózisú energia, akkor ezek megsemmisülnek. Ennyire egyszerű egyébként. És hogyha ugye nagyon sokan azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne globális békét teremteni, egységet, kiegyezést, szerintem valahogyan így. Persze én sem tudom a tutit, én is csak gondolkodom, ezért készítem ezeket az adásokat. Ez az 593., ha jól tudom, ugye négy év alatt. És én folyamatosan ilyen tételeket tárok fel, mert számomra is nagyon fontos az, hogy a Földön ilyen állapotok legyenek, magyarán újra aranykori állapotok valósuljanak meg. Tehát a mi dolgunk az, hogy a Földnek a rezgés szintjét, a frekvenciáját újra visszaemeljük az aranykori állapotokba és rezgésekbe, mert sajnos a rezgés szintje a Földnek ugye lecsökkent, alacsony Herceket értünk el, és ugye ez folyamatosan csökkent lefele, de aztán 80 óta elindult a változás, mert akkor jöttek ide olyan energiák, szerintem ez az én gondolatiságom, de nem kell elfogadni, és azóta folyamatosan emelkedünk. De még ugye nem értünk el olyan magas állapotokat, bár lehet, hogy egyébként már. Igen, én azt látom, hogy azért lehet, hogy a 200-as értéket lassan. Megütjük, hiszen nagyon sok bátor ember van ma, akik kiállnak másokért, akik próbálják a többi embert megerősíteni. A 175-ös érték még a közönösség ö, szimbóluma, valamint a felfuvalkodó viselkedésé és a követelőzésé. Tehát a 175-ös érték az még nekünk nem jó. Hát szerintem hatalmas nagy közönyösség van ma a Földön, rengeteg felfúvalkodott lény van, akik nagyon követelőzőek, magyarán az egóból működnek. Tehát az emberiség dolga az az, hogy az egóból kiemelkedjen, de ezt egyénileg tudjuk megtenni. El kell indulni az úton, a fejlődés útján, hiszen ezért jöttünk ide, és ezek az energiák is erre késztetnek. Az alázat útján kell elindulni, Hát ezt nem tudom leírni. Pillanat. Alázat. Oké, okay. tehát az alázat útján kell ugye elindulni, fejlődni, hogy elérjük a szintiszta tudatunkat, ami Hawkins tudat térképe szerint már a 700-as értéktől elérhető, és hogyha arról beszélnénk, hogy fel tudtuk emelni ennek az egész bolygónak a rezgés szintjét minimum 700-as értékre, frekvenciára a hercre, akkor ott már kizárólag szellemi vezetők irányítanának, nem lennének politikai rendszerek, pénzrendszer az, az már a sűjesztőben lenne, kiegyezés élne, és elérnénk a szintista szintiszta tudatot, ami egy nagyon fontos állapot, és ha globálisan el tudnánk ezt érni, és az egész Föld az önvalójából működne, és nem az egóból, mert most még nagyon nagy az egoista, tehát hogyha rendszer, tehát ha nem az egóból működnénk, akkor tudnánk kialakítani sokkal könnyedebb állapotot. Egyébként én ezt már nagyon régen rá akartam írni a Föld nevű bolygóra, hogy ego. Mert a mai létezés egyenlő az egoista szemlélettel, amiben nagyon sok minden beletartozik. De mivel ébred a bolygó, és mivel nagyon sok tudatos ember van, akik segítik ezt az átállást, ezért szépen ki tudunk emelkedni ebből az egoista rendszerből, hátra tudjuk hagyni a gonosz erőket, a behúzó erőket, ki tudunk lépni a félelemből, ez nagyon fontos és eljuthatunk egy sokkal örömtelibb állapotba, nem csak egyénileg, hanem globálisan. Tehát rezgésszintet kell emelni, tehát az itteni rendszereknek a frekvenciáját mindenképpen fejebb kell vinni azért, hogy ezek az energiák hassanak. Mivel, ahogyan mondtam, az energiák formálják az anyagot, az anyagi rendszereket. Hát ezt tudjuk. Keressünk még egy pici helyet, mert nem szeretnénk már egy újabb lapot telefirkálni, tehát az energia, mint olyan, hat a fizikumra. Ezért nem mindegy, hogy milyen energiákat mozgatunk meg. Ha feljebb emeljük ezt a szintet, akkor sokkal könnyedebb anyagi viszonylatokat élünk át, és azt is mondhatnám, hogy sokkal barátságosabb korszakokat tudunk megteremteni, mert már nem az anyag lesz az úr, úgy, ahogyan még ma az anyag az úr. És ezért van az, hogy ennyire ellenségesek az emberek, mert az anyagi dolgokat hajtják, azért hajbokolnak, azt gondolják, hogy ez az érték, de egy magasabb tudatállapotban már nem fogják ezt gondolni, mert ott már csak olyan emberek lesznek, akik megvilágosodottak, és tudják, hogy nem az anyag az érték, tudják, hogy az anyag csak manipulál, ott már a szeretet lesz a fontos, a kiegyezés, az egység, nem is nagyon lesz anyagi szerkezet, mert az anyagi szerkezet be fog dőlni, mert nem bírja el ezt a magas rezgésszintet. Tehát mi a dolgunk? Rezgésszintet kell emelni, hogy bedőljenek ezek a negatív ügyek, és el tudjunk jutni egy olyan állapotban, állapotba, ami ugye a békéről és a kiegyezésről szól, az írgalomról, a könyörületről, de ez, mindjárt mondom, hogy minimum a 400-as értéken rezeg, de ha már 350-es értéket elérünk, az lehet egy alap. Bár szerintem az 500-as érték az alap, mindenképpen, az 1000 a csúcsok csúcsa, bár lehet, hogy az is egy alapszint, hogyha még mesteribb állapotokat szeretnénk elérni, na de ha ideig elérnénk, az 500-as értékig, és szeretetlen a Földön, szeretet energiák nyilvánulnának meg, ezt mozgatnánk meg, akkor biztos vagyok benne, hogy a gonosz negatív erők eltűnnének, és eltűnne a kaliúga, eltűnne ez a nagyon Démoni időszak, korszak, mert ezt mi teremtjük meg az energetikánkkal, elindulnánk az aranykor felé. Ki tudnánk alakítani, és ezek az aranykori energiák működnének, ami azt jelenteni, hogy már ezek a pozitív energiák sűrűsödnének be, és lennének fizikális viszonylatba. Na most, ugye arról is beszélni kell, hogy akkor már nem 3D-s változat lesz a Földön, hanem minimum 4D-5D, de szerintem mehetünk majd még feljebb, ott biztos, hogy az anyag le fog amortizálódni és egy sokkal tisztább életet tudunk létrehozni. A tisztaság erről szól. Az erkölcsösségről, és arról, hogy már nem alacsony szinteken fogunk rezegni, hanem magas értékeken, magas hercem, amire azt mondtam, hogy szerintem minimum az 500-as értéket el kell érni, de ha már a 350-es értéket elérjük, már az is csodálatos, innen lehet elindulni, és innen lehet felépíteni egy új életet, egy olyan életet, egy olyan aurát, ami szerintem az eredet, ahogyan itt nekünk lenni kellene, és amit ez a Föld nevű bolygó is már nagyon megérdemelne, szerintem. Mert nagyon megérdemelné már azt, hogy olyan emberek legyenek a Földön, akik az isteni mintát képviselik, akik pozitív energiákat működtetnek, akiknek igenis fontos a többi ember sorsa, hogy tényleg Kánaán legyen, kiegyezéséjen a Földön, hogy nyugodtan, békésen, harmonikusan tudjunk itt működni. Hát a harmónia erről szól. De ezért tenni kell. Mert nagyon-nagyon lecsökkent ez a szint. Ezért jöttünk, hogy kialakítsuk a harmóniát a Földön, hogy kiegyezés legyen, hogy egyensúly éljen, mert ez lesz egy szilárd alap, és szerintem itt már meg tudunk nyugodni, nem csak egyénileg, hanem globálisan is. Hát szerintem ez a cél, és ezt nagyon sokan felismerték, és ezért tesznek, ezért dolgoznak úgy, ahogyan én is. És lesz folytatás. Mert nem sokára elérjük a 600-as előadás számot, és persze jó lenne, ha a 600-as frekvenciát is elérnénk értéket. Mert ugye ez egyenlő a békével. De lehet, hogy addigra én felemelem ezt a szintet, jó? <laughs> Felemeljük ezt a szintet. És ha 600-as rezgés szint fog itt már megvalósulni, szerintem az előadásokkal egyébként én folyamatosan emelem az itteni rezgés szinteket, nem azt mondom, hogy globálisan, hanem azoknál, akik ugye hallgatnak és fejlődnek, tehát az a közeg, amiben mi működünk, szerintem az folyamatosan emelkedik és egyre tisztább tudatot érünk el, de ha elérjük a 600-as értéket, és lehet, hogy a 600 adást, az már szól az áldottságról, a megvilágosodásról, a békéről, a harmóniáról, amiért mi jöttünk, és a cél pedig a szintiszta tudat, az önvaló elérése. Akkor már szerintem nem földnek fogják hívni ezt a bolygót, remélem, hogy édennek, ami már egy sokkal barátságosabb korszak, az Isten kora, a Kali eltűnik, a negatív energiák bedőlnek, remélem, hogy törvényszerűen, mert szerintem a jó Isten is ezt akarja, és mi pedig azt szeretnénk, amit ő. Hát ez teljesen természetes.